érkezett a Diós György csillmaszkójával. Túl a DVTK 5. edzése 2023-ban. Hogyan érzed most magad? Hát, hogy őszinte akarok lenni, akkor nagyon rosszul, nagyon elfáradtam, főleg a mai után. De igazából egyik edzés sem könnyű, hiszen ennek az ideje van most, és tudjuk, hogy keményen kell dolgozni azért, hogy a céljainkat elérjük a jövőben. Mennyire sikerült feltöltődnöd a téli szünet idején? Próbáltam kihasználni minden időt, igazából most volt az esküvőm is. A 20-áig arra készültem, aztán utána nem is volt nagyon sok pihenő időm, hiszen már másnap ki volt adva nekünk a feladat, a futás, úgyhogy minden erőmmel azon voltam, hogy olyan állapotba kerüljek, amivel tudok jó kezdést, illetve jó állapotba leszek és tudok jól edzeni. Mivel telt az első néhány nap, milyen munkát végeztetek az edzéseken? Az első két nap az a tesztekkel, a spiró, különböző felmérésekkel telt, ugye itt megnézte a szakmai stáb, hogy ki milyen állapotba jött vissza, és az alapján kezdtük el a munkát. Az első két napra nem mondanám, hogy az sem volt könnyű, de tudjuk, hogy ez kell, úgyhogy élvezzük egyébként. Vasárnap pedig újabb szakaszába érkezik a felkészülés, a DVTK kerete Spanyolország felé veszi az irányt, ahol edzőtáborban készül. Mire számítasz, milyen munka lesz ott, milyen mérkődések, egyáltalán milyen haszna egy ilyen edzőtábornak? Hát igen, nagyon örülünk, hogy megyünk edzőtáborba. Fogunk játszani ugye erős csapatokkal, ez nekünk nagyon jó lesz, hiszen látni fogjuk, hogy hol tartunk a munkában. Nyilván ott is kemény edzések lesznek, de a taktikát is most már ott is előtérbe fogjuk helyezni, és próbálunk minél jobban felkészülni a Soroksár elleni első mérkőzésre.